Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszönjük Venyige Sándort, a Veresély Színház igazgatóját itt a stúdióban. Jó reggelt, reggelt! És ahogy ígértem, Csonka András is kapcsolódik, hogy csatlakozik hozzánk Skype kapcsolaton. Szervusz, Andris, jó reggelt! Jó reggelt! És látom stílusosan a Csonki csömbből, vagy hol vagy, édesem? Nem, ne haragudj, ez a Csonkarantén. Ja, most értem. Csonki csömb az a konyha, ez meg a lakás másik része, Csonkarantén. Tudhatnád mennyi idő után, Robi? De most kivételesen nem feltétlenül csak erről fogunk beszélgetni, a Csonkarantérről, illetve a Csonka András epizódoknak a felidézéséről, hanem leginkább arról, hogy az oltás mellett tették le a voksukat, és azt gondolom, olyan kampányt indítottak közösen, ami arról szól, hogy igenis oltassuk be magunkat, pont azért, hogy újra lehessen nyitni a színházakat, és elképzelhető ezek szerint ön szerint az, hogy valóban oltási igazolványhoz lesz majd kötve a színház látogatás. Hát a premisszák arra utalnak a miniszterelnöknek a másfél héttel ezelőtti pénteki rádió nyilatkozatában. Konkrétan azt mondta, hogy nagy valószínűséggel el fogják kötni a nagy rendezvények, színházak, koncertek, stadionokba való beléptetés esetén a nézői részvételt, és mi is azt gondoljuk, hogy egyébként ez valós esély, hiszen miért jött volna létre maga a védettségigazolvány. És akkor gondolkoztunk azon, és akkor beszélgettünk a kollégákkal, hogyha az úgy van, hogy kötelezve lesznek a nézők, ezt nem tudjuk, de mint lehetőség, ez ugye benne van a levegőben, akkor nekünk ezzel kapcsolatban mi álláspontunk. És hál' Istennek mostanra azt tudom mondani, hogy a Veresegy Színház társadalmának 100%-a be fogja oltatni magát. Ez nem volt egyszerű, ez a beszélgetés sor. Voltak itt, meg kellett győzni? Ez így, hogy meggyőzni, ez így egy nagyon picit erős az én szövegkörnyezetemben, amit én használok. Nagyon sok beszélgetéssel, méltányossággal, türelemmel, és sok-sok, olyan, mint a demokrácia, ezt nem lehet megúszni, ezeket a beszélgetéseket, de végül mindenki úgy döntött, hogy a saját szabadság tortájából, most ez kicsit cukros lesz az a hasonlat, egy pici szeletet, vagy nagyobb szeletet levág, és egy másik tányérra áttesz, ez a közösség a tányérra, és akkor ott kifogadódni egy nagy közös torta. És talán abból, hogy a saját érdekünket, vagy a saját szabadságunknak egy kis részét odaadjuk a közösségnek, utána talán transformálódik a egyéni szabadság felé olyan formában, hogy végre visszanyerhetjük a normális életünket, hiszen 175 napja a Veresegy Színház nem találkozott a közönségével. Na, adjuk meg a szót akkor Csonka Andrisnak is. Azt kérdezném elsőként tőled, Pici, hogy ez egy mondjuk szubjektív vélemény, ez a saját véleményem, szerintem ez jó dolog, bizonyos ügyeknél ismert embereket megkérni, felkérni arra, hogy valamit népszerűsítsenek, valami mellett tegyék le a voksukat. Az oltással kapcsolatosan mi pillanatnyilag a te álláspontod, hogy ez egy jó hatással vagytok-e az emberekre, hogy közös videóban álltatok ki az oltás fontossága mellett? Hát szerintem mindenféleképpen egyrészt nagyon fontos az, hogy a párbeszédet ne veszítsük el a közönséggel. Mondjuk a Veresegy Színház ezt érti és tudja. Tehát, hogy azért mindig valamilyen módon kommunikáljunk velük. Most nem csak az oltásról van szó, hanem valóban ebben a lehetetlen helyzetben, amikor nem találkozhatunk személyesen, azért tudjunk egymásról. Azt hiszem, hogy most jelenleg úgy tűnik valóban, nem tudunk mibe kapaszkodni, hanem csak az oltásba, és azt hiszem, hogy azt is tudjuk, hát például mi színészek azért az egyik legveszélyeztetettebb csoport vagyunk, hiszen gondoljátok el, a színpadon nincs távolságtartás, és nincs maszk természetesen. Tehát nekünk ez alapvető érdekünk, hogy megoldást találjuk erre a helyzetre. És azt gondolom, hogy ha nézők azt látják, hogy mi ebben a dologban lépünk, és hát valami módon ebben tényleg próbálunk iránymutatni, akkor azt hiszem, hogy ők is nyugodtabban teszik mindezt meg, és azt gondolom egyébként azokat, akik a színház törzs közönsége, akik rendszeresen járnak színházba, azokat nem is kell igazán győzködni. De azért valóban ez egyfajta beszélgetés, hogy a Sanyi elbeszélgetett egy-két kollégával erről, mi így beszélgetünk tulajdonképpen azokkal, akik még kétkednek ebben a dologban, bizonytalankodnak, és szerintem ebben tudunk segíteni nekik. Azt még akkor gyorsan mondd el nekem, hogy mert ezt sok embertől megkérdezik, aki itt van a stúdióban, hogyha kapott oltást, milyen oltást kapott, hogyan érezte magát utána?
Hát Robikám, ugye én megkaptam, én AstraZeneca tag vagyok szintén, azt tudom mondani, és hát volt egy, nem kell megijedni, egy másfél napos olyan utóhatása volt, mellékhatása, olyan borzongás, bágyadság, fejfájás, de egyébként azóta semmi gond nincs, csak inkább az, hogy május 30-án kapok a következőt, ez egy kicsit messzinek tűnik, de hát nyilván így van kitalálva ez a helyzet. Közben térjünk arra át, hogy milyen darabokra lehet számítani, egy pici időnk maradt, hogy kedvet csináljunk, nem csak az oltáshoz, hanem ahhoz, hogyha visszatér végre az élet, akkor mivel várnak bennünket a Veresegyházon? Hát mi már a Mézesvölgyi nyárra készülünk Veresegyházon. Jövő héten folytatjuk a Sörgyári Kapricsó próbáját, és utána Nők az idegösszeomlás szélén című műzikának a próbáit kezdjük el, és azzal is kezdjük a nyarat egészen július 3-ától augusztus legvégéig 16 vagy 17 előadással készülünk. Most már ez nagyon, nagyon konkrét. Lesz Menopauza játékszínből, az Orlai produkció, lesz Hair, lesz Pletykafészek, Anconai szerelmesek, tehát azok az előadások, amelyeket a Mézesvölgyi nyáron egyébként korábbi években is már néha láthatott a néző, azokat is fogjuk játszani, és lesznek új előadások, lesz Honey Beast koncert, és még sok-sok minden. Köszönjük szépen, Csonka. Picit, amiért elköszönünk, a következő vendéget légy szíves, te promózd be, énekeld el azt a részt, amit a Soltész Rezsővel énekeltél? Hát nem Soltész Rezsővel, Soltész Rezső olyan nagy lelkű volt, hogy átadta nekem a legnagyobb slágerét feldolgozásra. Ja, ugye a mostani slágeréből. Igen. Jézusom, várjál most, az megfogtál, föl kell. Szép az élet, tudod, nézd az élet jó oldalát. Nézd az élet jó oldalát, tará. Tará. Szuper, köszönjük szépen, ezzel megyünk tovább. Hogy kivágtad magad, jó? Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok.